A mai videóban nem csak három könnyed nyári receptet mutatok nektek, hanem egy főzős, fotózós kihívásra is invitálok, amiben Törlei pezsgő csomagokat lehet nyerni. Sziasztok, üdvözöllek benneteket ismét, ha pedig most találkozunk először, akkor szia, én Melinda vagyok, ételfotós, gasztroblogger, és ezen a csatornán nagyon sok gyorsan és könnyen elkészíthető receptet, illetve a mindennapokhoz hasznos tippet találsz. A mai videó apropója a Törleivel közös játékunk, amely az Alkos Pezsgővel nevet viseli. Ebben a mai videóban mutatok nektek három ételi inspirációt arra, hogy hogyan is lehet a pezsgőt felhasználni alapanyagként. És a pezsgővel nem csak akár egy hétköznapi sikerrel lehet egész évbe kocintani, de remek alapanyag bármilyen ételnek az elkészítéséhez, úgyhogy ehhez mutatok most nektek három könnyed nyári receptet. Ha szeretnétek részt venni a játékba, akkor készítsetek valamilyen ételt vagy italt pezsgő felhasználásával, töltsétek fel a saját Instagram oldalatokra, használjátok az Alkos Pezsgővel hashtaget, és jelöljetek meg engem is, illetve a Törlei Pezsgő pincészetet is, hogy lássuk az alkotásotokat. Fontos, hogy nyilvános legyen a profilotok, illetve hogy elmúltatok már 18 évesek, mert akkor látjuk ezeket az alkotásokat. Úgyhogy ma ehhez három inspirációt hoztam, de korábbi videómban találtok még desszert inspirációt is pezsgővel, úgyhogy majd annak a linkjét is beteszem a leírásba, illetve a leírásba szintén megtaláljátok a játéknak a részleteit, a pontos határidőket, illetve a nyereményjáték szabályzatot is. Úgyhogy de most kezdjük is hozzá az ételek elkészítéséhez. A mai menüsort egy pezsgős eperkrémlevessel fogom indítani, majd jön egy pezsgős gombás tagliatelle, a végén pedig egy bólé készül, vagy puncs, amihez természetesen pezsgőt használok, ananászt, illetve barackot, rengeteg géggel, úgyhogy ez egy igazi frissítő nyári ital lesz. Úgyhogy kezdjünk is bele az eperleves elkészítésébe. Az eperkrémlevest azt főzés nélkül fogom elkészíteni, túlmixolni fogom. Én alapból egyébként jobban szeretem a különböző krémleveseket, tehát a gyümölcskrémleveseket így készíteni. Szerintem abszolút nem hiányzik egyrészt azt, hogy megfőzzük, másrészt, hogy kapjon egy lisztes habarást. Ugyanis, hogyha megfőzzük a gyümölcsöket, akkor veszítenek a tápanyagtartalmukból, illetve az a friss, zsenge, zamatos íz, amit ugye nagyon szeretünk a gyümölcsökbe, a főzés során annak az íz értéke is csökken. Úgyhogy én, hogyha tehetem, akkor alapvetően csak turmixolom, főleg nyári időszakban a gyümölcsöket. Ezt a receptet egyébként elkészíthetitek akár friss, akár fagyasztott eperből. Ugye most május van, tehát indul az eperszezon, úgyhogy most a friss eperből fogom ezt elkészíteni. Pezsgőnek pedig a Törlei Excellence rozé pezsgőjét választottam. Ez egy félszáraz pezsgő, és nagyon jól illik alapból a bogyós gyümölcsökhöz, úgyhogy ezzel fogom felturbózni az eperkrémlevesünket. A leves elkészítésének nulladik lépése egy mentás cukorszirup. Ehhez egy lábasba 2-1 arányba cukrot és vizet teszek, adok hozzá mentaleveleket, és körülbelül 15 perc alatt sziruppá forralom. Leszűröm, és félreteszem kihűlni. A megtisztított epret egy turmixba teszem, hozzáadom a szirup felét, és összemixelem. Ha nem elég édes, akkor mehet hozzá még a szirupból. Ezt az alapot érdemes legalább egy órára hűtőbe tenni, hogy még frissítőbb legyen. Tálaláskor az eper püréhez pezsgőt adunk, elkeverjük, de már csak kanál, ahogy a buborékok egy része megmaradjon. A tányérba friss eperkarikákat, pirított kókuszt, illetve tört habcsókot teszek. Néhány mentalevelet is dobok még hozzá díszítésnek. És készen is vagyunk. A második étel egy gombás pezsgős tészta étel lesz, ami már önmagában is tökéletes lehet egy nyári vacsorához, ugyanis csak egy pohár pezsgőre lesz hozzá szükségünk, mármint ami belekerül az ételbe, úgyhogy a pezsgő további részét pedig felkínálhatjuk a vacsorához, mert nagyon jól fog hozzá illeni ez a száraz pezsgő. Egy nagyobb lábasban vizet forralok és megfőzöm a tésztát. Egy serpenyőben olajat melegítek, amikor már elég meleg, adok hozzá vajat. Ha felolvad, beleteszem a felkockázott hagymát, csili pelyhet és friss borsika füvet. Összepárolom. Amikor illatos az alap, hozzáteszem a felszeletelt gombát és megpirítom, úgyhogy éppen megbarnuljon. Jöhet a pezsgő. És ezzel addig forralom, amíg körülbelül a felére csökken a lé mennyisége. Alacsony hőmérsékletre kapcsolom most, és adok hozzá tejszínt, ami lehet rizs tejszín, vagy normál tejszín. Sózom, borsozom. Illetve egy nagy adag reszelt parmezánt.
Amikor elolvadt a sajt, jöhet hozzá a kifőtt tészta, amivel összeforgatom. A tészta főzővizéből folyamatosan addig adok hozzá, amíg egységes, krémes állagú lesz a tészta. Tálaláskor parmezánt reszelek még rá, és friss borsikafűvel és kakukkfűvel díszítem. A harmadik recept egy frissítő nyári puncs lesz, ami tökéletes akár egy csajos csevegéshez, de egy kerti parton is garantáltan nagyon hamar el fog fogyni. Én ehhez most a törlejének az édes pezsgőjét választottam, úgyhogy plusz cukrot nem fogok hozzátenni, mivel hogy ugye a gyümölcsök, amik belekerülnek, illetve a gyümölcslé az is édes lesz, illetve a legvégén még egy gombóc vanília fagyival is meg fogjuk az egészet bolondítani. Tehát az én ízlésemnek megfelelően nincsen hozzá szükség plusz cukorra, de hogyha te esetleg édesebben szereted, akkor készíts hozzá valamilyen cukorszirupot, ahogy az első videóban, vagyis az első receptben mutattam, ugye úgy kell egy szimpla cukorszirupot elkészíteni, annyi, hogy a mentát kihagyod belőle. Úgyhogy ha nagyobb mennyiséget szeretnél készíteni, és mondjuk egy szép nagy búlést állod, akkor abba is elkészítheted, ha pedig kisebb mennyiséget, akkor egy ilyen üvegkiöntő is teljesen meg fog felelni. Az üvegkiöntőbe felkockázott ananászt teszek, illetve vékonyra szeretett őszi barackot, dobok hozzá még néhány bazsilikom levelet is. Felöntöm ananászlével, majd felöntöm pezsgővel. Óvatosan elkeverem, hogy a buborékok benne maradjanak. És már készen is vagyunk, a pohárba jeget teszek, felöntöm az ananászos pezsgővel. A tetejére pedig teszek egy gombóc vaníliafagyit. Bazsalikom levéllel díszítem, és már készen is vagyunk. A játék 2022. május 31-ig tart az Instagramon. A részletes játékszabályzatot megtalálod a leírásba, ott tájékozódhatsz a részletekről. Találkozunk az Instagramon, mi már nagyon várjuk az összes képet, amit készítetek. Legyen szép napotok, sziasztok!